Sziasztok, itt vagyunk Korfu városában. Old Town. Nacik a kalapba. Ja, ma elég korán keltünk. Úgyhogy ha lehetőség van, akkor be fogunk menni. Mindenki ilyen kis robogókkal jár amúgy. Na, mint megtudtuk, ez egy erőd, nem is egy vár. Öreg velencei erőd, vagy mi? Itt van belül még három múzeum. Egy igen. Afrikai kiállítás. Afrikai kiállítást láthatunk. Úgyhogy 5000 forint a jegy. Előtte azért még elmegyünk kávézni, mert itt van valami nagyon spéci hely. Úgyhogy árpikáik már tudják, hogy merre hány méter. És 100 fok van, gyerekek, úgyhogy a kis strand kis kalapunkat öltöttük fel, de gyönyörű, tehát tényleg azért van egy térkép, ezen menjetek el. Itt van egy torony, olyan leszálló torony, itt a tengeri torony, ami a tengeri figyeli, és itt vannak a múzeumok elhelyezve, itt egy, meg itt. Közben Lacika lefordítja nektek, szóval... Nem bírom, mert nehéz, ez ilyen márványból van, tehát viszont nehéz, hogy fordítsam neki csak. Hát az a lényege ennek, hogy az 13. században szállni, megtámadni ezt a kis részt, de ezek megvédték és kinyitták őket a francba. Na, hát akkor nem is nagyon kell már idegenvezető, úgyhogy menjünk, ígyunk egy kávét, szívünk egy cigarettát, és pusza! De ha látsz valami korpusot, akkor szóljon. Na, ez a fajta gyümölcs, gyerekek, csak itt Görögországban terem, meg Japánban? Japánban. Aha. Ez igazából ilyen barackos. Olyan, mint a szőlőmag. Olyan, mint a szőlőmag. Úgyhogy most meg is kóstolok egyet. Már meg lehet. Welcome. Ez jó, mert ki tudod piszkálni, talán tud. Húlyos, ez nagyon jó, kóstolnám. Igen? Mhm. Van benne mag. A milyen? Gyűrkort. Nagyon finom. És ez nagyon sok területen segíti az emésztés, meg ilyesmi, úgyhogy... Az édes, mint az állat. Igen. És itt van. Ez a kunkvad. Kunkvad. Ez. Ilyen kis formákban is van. Egy ezres körülbelül. 1500 forint. Nem semmi. Gyajándékozol. Tudják, hogy gyertek, imádkoznak a szeretteikért. Ott is van egy pára klapa. Aha, meg lehet. Nagy a párban van kinteget. Jó hűvös vagy, nincs klímat, látod? Tehát most menni az én bozásra, a másik. Na, ide benézünk. Bár mondjuk azt látom, hogy nem lehet kamerázni, úgyhogy... Meg kell dobni a persejbe valamit, ezt kevetsz egy... Mennyi?
Igen, és akkor vegyek egyet. Ezt is vettél? Veszem. Hol annyit veszel, amennyit akarsz, mert meg akarsz jutani valakiért, valakikért. Meggyújtok apáért, meg mamáért, meg anyáért. Szeretteinkért. Te kiért gyújtod meg, Laci? Hát a szüleimért. Itt már nem élnek. Már szüleimért. Itt már szintén nem élnek. Egy jó barátomért, aki szintén már nem él. Meg magunkért. Ugye a jó Isten mindig vigyázzon ránk. Jó sokan állnak sorba, hogy ezért. Jaj, Dudóka is itt van. Szia, Maracsa. Jaj, jöjjön meg a szívét. Hát itt mindenhol macska van. Jaj. Hát szerbusz. Van borbélytója, hangazdája. Cic. Dadi. Gyerekek, tele vagyunk macskákkal. Jaj, már nyújtózik a csuka májolaj. Van itt minden, mint a búcsúban. Gyerekek, most olyan karlánkot keresünk, mint a kaliforniás karkötőn. Igen. Mert itt annyi cumó van, hogy 100 fok van. Gyerekek, ez pont a mi méretünk. A görögök ugyanúgy, mint az olaszok. Hello. Hello. You want to make this what? That's who? Laci, nem értem, mit mond. Szuper! Nézd, mekkora Oreo! Úristen! Big Oreo! Igen. Ezek stickers, mindig így, mert benne vannak a izék, igen, a csokoládé. Nagyon jó vagy. Nézzél fel! Jó. Már csak kamerázok. Csak hogy látszódjál. Hasz.